Elkészült Kecskemét 2021-es költségvetésének tervezete, amelyet ma reggel a Városházán mutatott be a sajtónak Szemerei Népataki Klaudia polgármester. Mint azt elmondta, 20 milliárd 250 millió forint maradványértékkel számol a város idén. Ennek eleme a 38 futó nagypályázat és a Modern Városok program nagypályázatai, amelyek 14 milliárd forintot tesznek ki, az ISPA projekt, amelyre 1,7 milliárd jut, és az a körülbelül 4 milliárd forintos tartalék, amelyet a városvezető egy nagyobb lélegzetvételű útfejlesztésre szánt. A járvány miatt azonban költségvetési célra kell fordítani az összeget. Ez az évek során felhalmozott tartalék teszi lehetővé ugyanakkor, hogy a városnak ne kelljen működési hitelt felvennie, és a folyamatban lévő fejlesztések is mehessenek tovább. Még egy csekély tartalékképzésre is van lehetőségünk, hogyha újabb, nem várt helyzetek merülnek föl az évközben, akkor azokat is tudjuk finanszírozni. Tehát összességében egy stabil, átlátható és egy biztonságos gazdálkodása van ebben az évben a városunknak, szűkösebben, egy kicsit visszafogottabban, mértéktartóbban, de működünk. A hivatal adóosztályának számításai szerint a pandémia miatt közel 1,6 milliárd forint iparűzési adó maradhatott a vállalkozásoknál, bár voltak olyan nyereséget termelő vállalkozások, amelyek úgy döntöttek, hogy segítik az önkormányzatot azzal, hogy befizetik a teljes iparűzési adót. A parkolásból és a jegy- és bérletértékesítésből származó bevételek is kiestek. A polgármester elmondta, hogy ebben a nehéz helyzetben is prioritásként kezelték, hogy ne kerüljön veszélybe az emberek megélhetése. Ezért megvalósulnak a bérfejlesztések a kulturális és a szociális ágazatban, valamint a házi orvosok is számíthatnak támogatásra. Mintegy 122 millió forint jut a többletbérfejlesztésekre a 2021-es évben. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése is folytatódik. Ebben a körben a fő célkitűzése a városnak a közúthálózat tehermentesítése. Két jelentős útfejlesztésnek örülhetnek a kecskemétiek idén. Folytatódik a Károly Róbert körút második üteme, a Margarita körforgalomtól a Budai útig, valamint Hetényegyháza bekötése az M5-ös autópályába. Csomópontfejlesztések is lesznek a Petőfi Sándor utca és a Kőhíd utca találkozásánál, valamint a Kandó Kálmán utca és a Békefasor Ágas-Bogas kereszteződésében. Megújul a gyalogos átkelő és a járdaszakasz az Uszoda felé a vasúti átjáró után, és kislépésekben, de haladnak majd a lakossági önerős útfejlesztések is. Megvalósulhat a Hetény Vezér utca aszfaltozása, Kiskertváros csatornázása, valamint Kadafalván elkezdődhet a forgalomszámlálás a Beretvás közön, a felújítás előkészítéseként. A Rudolf laktanya területén mintegy 6 épület beruházása indul el 2021-ben, az új család- és gyermekjóléti központ pedig elkészül. Homokbányát azt gondolom, hogy nagyon szépen kimozdítottuk a mélypontjáról. Azt nem kell bemutatni, hiszen látjuk, hogy óriási fejlődésen ment keresztül, és most ebben az évben pedig elindul a Rudolf laktanyának a teljes rehabilitációja, ami ki fog a mélypontról mozdulni. Elkészül a család- és gyermekjóléti központ épülete, elindítjuk a közterület fejlesztését, illetve a Kadaelek iskolának szánt épületeknek a teljes felújítását. A polgármester újságírói kérdésre elmondta, hogy a 2021-22-es tanévben a Kadaelek iskola tanulói valószínűleg még a régi belvárosi épületüket használják majd. A város üzemeltetési feladatokra, a park fenntartásra, a köztisztaságra 150-200 millió forinttal többet tud idén fordítani a város a tavalyihoz képest. A polgármester egyeztetett civil szervezetekkel, óvodák vezetőivel és a két politikai frakcióval is. Az ő javaslataikat is mérlegelték, és több dolgot beépítettek azokból a költségvetésbe. Így például az óvodavezetők javaslatára 95 millió forintot fordít a város idén udvari játékok felújítására, megemelik az óvodapedagógusok létszámát és a gondnoki álláshelyeket is.
A képviselők újra kapnak képviselői keretet, azok, akikhez nagyobb terület tartozik, 5 millió forintból gazdálkodhatnak majd, a kisebb területekért felelős képviselők pedig 3 millió forintot kapnak. Ezeket a forrásokat a pandémia után tudják felhasználni. Szemerei Népataki Klaudia azt is bejelentette, hogy a költségvetés tervezetén együtt dolgoztak az újonnan megválasztott jegyzővel, dr. Mayer Endrével, aki a tisztségét hivatalosan tegnap óta tölti be, és ma volt az első munkanapja. Dr. Mayer Endre 14. éve dolgozik a hivatalban, korábban a szervezési és jogi irodát vezette, 2016-ban pedig aljegyző lett. A polgármesterrel egy hosszabb interjút is készítettünk, amelyben részletesen beszél a város idei évi tervezett költségvetéséről. Ezt a felvételt Kiemelő magazinunkban láthatják a Híradó után.